Várjunk még egy kicsit, mert a következés. Addig, ha a kollégáknak után, hogy ezt a megkedés örömmel gondolom, ha megjelentek engedik egy kis ilyen nosztalgia mesét, én elmondok nagyon röviden, csak addig még egy páran megérkeznek. Ez a történet egy kicsit most a Gábornak a emlékéből jött elő, hogy 40 évvel ezelőtt kezdődött a sornak a végigkedése, ami hát most már 41-ben a időközben, és a lényeg az, hogy ez akkor egy igen nagy beruházás volt. Az volt elsősorban a célja, ami ma is megvan, hogy nagy területen közép-hullámú vételt biztosítson, nem csak a határon, de minden a határon tudott a magyaroknak is. És hát a akkori léptékkel a vételvezetékkel a Én csak egy pár percet akarok erre tényleg fordítani, amire talán Gábornak a aktuális témája nem lesz annyira közel. Ez egy szovjet támogatással épülő beruházás volt. A Szovjetunió a technikai hátterét adta, a tervektől kezdve mindent. A most a kis folyamatos élet akkor úgy folyt, hogy a KGST-nek volt egy ilyen vastag kis könyve, amiben benne volt a szállítási szerződés, a feltételek, hogyan történik majd a ütemezés, mikor kell fizetni, és az én kis történetem tulajdonképpen azzal indult, és hát én most azzal fejezem be, mert még mesélni sokat lehetne, hogy amikor a szerződés alá lett írva, akkor abban az volt, hogy az épület a magyar munka lesz, adóberendezések pedig a Szovjetunióban készült, különösen a csövek, voltak ebben érdekesek akkor még. És ami a poén jelenti, hogy hát vártunk, hogy megérkezik az első orosz szállítmány, mert úgy volt, hogy a szerződés szerint nagyon egyszerűen a súlyarányban volt a fizetés. Tehát mikor megérkezett egy néhány vagon, vagy valamennyi áru, berendezések egyebe, akkor tulajdonképpen már leszámlázták és fizetni kellett. A történet két elemével akkor még csak röviden, az egyik, hogy megérkezett a három orosz szerelő, ők voltak ilyen első emberek, ilyen rendelítők, hogyha az oroszokhoz illeszkedő hasonlatot mondott, és hoztak magukkal kettő darab villanyrezsót, meg valamilyen ilyen kis ellátásuk való apróságokat, és akkor jött utána a nagy hír, hogy na, jön a szállítás, és nem soká megérkezik. De nem tudta senki, hogy mi lesz ez a szállítás. Na most az akkori kereskedelem, meg az akkori élet olyan volt, hogy a szállítmány az egy arra nagy kamionba érkezett, sőt nem is egyre, hanem háromba, de leszállították a oroszok a három darab modulátort, transformátort, amelyek hát úgy képzeljük körül fel ekkora, mint ez a szoba. Ebből rögtön hármat leszállítottak, kiszámolták, hogy ez súlyaránya mit jelent, és leszállították ezt az összeget, és hát ezzel tulajdonképpen a beruházás ilyen műszaki oldalról is megkezdődött, és volt még egy érdekesség, valahol majd megállítom magam, mert erről órákig tudom ember mesélni. És valahol lát, hogy a közelműben dobták ki azt a valami 120 kiló sárga olajfestéket, amiről senki nem tudta megmondani se a beruházás alatt, se utána, hogy ezt minek szállították ide az oroszok. Sárga, ilyen okkel sárga, vagy világosárga, ha van, aki a pénz oldalát mondja, de hát ez még annyira sem kellett, mint a modulátorban, mert abból volt ténylegesen igény is. És hát én itt fejelném a kis történetemet, mert közben a 40 év is elvált az adóbe,
telepítések előttek, és a második előadáson mindenültem a kollégáimat elő, most a befejezésről és a tapasztalatokról fogjuk megvalni Gábor és két kollégának az előadását, és hát utána marad még hallgatók a kérdezése is, és még egyet csak ilyen címszerként, hogy tervezünk egy látogatás sorra, azért, hogy aki egy kicsit lehetőséget érez el, és könnyebben tudja ebbe bekapcsolni. Április 25-én látogatja meg a HTE és a V3-os szakosztályi szervezésünkbe néhány kollega, akinek itt a lehetőségről már a Gori beszélt, és akkor meg lehet nézni ezeket a berendezéseket is. Annyi csak az étvágygejesztése, hogy a nagy szovjet berendezések azok bennmaradtak a nagyteremben, és hát a 40 év azt hozta, hogy mellé tudtak tenni még egy 2 megawattos félvezetős, igaz, hogy az nem szovjet, hanem kanadai gyártmányú berendezés volt, meg az is igaz, hogy adott a Szovjetunió már megszűnt, meg a csöveket se akarták már gyártani, tehát sok ok adott annak, hogy meghallgassuk a történetét. Kérlek akkor, mesélj nekünk a komolyabb dolgokról. Hát először is szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor én ott szeretném folytatni, ahol a Gyuri abba hagyta, ugyanis mivel terve volt véve ez a látogatás, ezért én összeállítottam egy kis történelmet, hogy lehessen látni. Tehát felsorolom sortrádián és néhány adatát. Arról én itt most nem akarok túl sokat beszélni. A diákon ott lesz, ugye a megállapodás szerint ezt a HTL megkapja, tehát bárki, akit érdekel, az itt majd meg tudja találni ezeket az adatokat. És akkor utána a rekonstrukciós események időrendjét próbáltam úgy felvázolni, és ebből ez ugye rögtön ketté bontja, az elején ketté bontodott ez a rekonstrukciós történet egy adócsere projektre és egy infrastruktúra felújításra. Tehát itt ketté vált a dolog, az adócsere projekt, tehát konkrétan az adóberendezés telepítését és közvetlenül hozzá kapcsolódó berendezések telepítését a kollégám fogja elmondani. Ő kísérte figyelemmel, ő volt a kapcsolattartó a helyszínen, én pedig megpróbálom összefoglalni az infrastruktúra felújítással kapcsolatos dolgokat. Csak a hangulat kedvéért mondom, az a sárga festi, mondjam el a sárga színből, amit itt látunk, a véletlen játékokban. Azóta a sárga felső növény formájában már működik soha. Repcétő, igen. Hát azóta is termelnek mindenfélét. Most is nőtt valami, de még csak zöld. Itt az adatok között ugye fontosabb események időpontja lesz, a kezdetek korszerűsítési munkák, és akkor néhány adat a infrastruktúráról, hogy hogyan indult ez az egész rendszer. Itt ugye, ez már a Varga Berta Dávid tartotta az első részét ennek az előadásnak tavaly. Ő ezek között már néhányat megjelölt, megjelentetett néhány információt, tehát ez benne van abban az anyagban is. Itt betettem egy képet arról, amit a Gyuri mesélt, hogy akkor építük, az a vízgépház, ami ott található, és itt ugye még sok minden nincsen, ott pedig mellette a műantenna épül. Azt lehet látni. Ami itt érdekes, és nem biztos, hogy mindenki tudja, ugye, hogy az üzemi sugárzás az 539 kHz-en kezdődött, és később változott meg a nemzetközi csatorna kiosztás, akkor lesz SOLT 540 kHz. Az első időben ugye mindenféle energiamegtakarítás nélküli üzemben dolgozott ez az adóberendezés, tehát a vívő az 2000 kW volt,
és 4560 kW volt az energia felvétele 100% modulációnál az adónak. Még egy érdekesség, Solt rádióállomáson akkor 58 fő volt az üzemeltető személyzet, illetve nem teljesen, mert ugye ebbe akkoriban még benne voltak gazdaságiak, raktárosok, egyebek is, de mondjuk ez az üzemeltető személyzet, és 38 őr volt. Ez indokolja azt, hogy olyan hatalmas épület épült akkor. Jelenleg ugye 9 fő szolgálat üzemelteti az adóberendezések, az üzemeltette az öreg adóberendezést is, és 9 fő őr van. Ezen kívül kellene, hogy legyen egy fő nappalosunk, és van egy takarítónő rajtam kívül a rádióállomáson. Úgyhogy ennyi a jelenlegi részem. A következő lépés, ez már nem szerepelt az előadásban, én itt összeszedtem, ugye, hogy milyen korszerűsítési munkák voltak, és itt nagyképűen azt mondtam, hogy a 20. században, mert a 21. is történt már munka. Úgyhogy ami az adóberendezést érinti jellemzően, az a 85-ben az első csőtípus kicserélése egy másikra. Az adó az GIU 65 P-típusú csővel indult, az egy üvegbúrás kerámia borítású cső volt. Utána ez le lett cserélve GIU 88 P-típusúra, ami nagyobb teljesítményt tud elviselni, és emiatt ugye üzembiztosabb az adó. Az adó konstrukcióján semmit nem változtattak, egy-egy adóberendezésben ugyanúgy 5 darab végcső üzemel, 2 a hangfrekvenciás végerősítő fokozatban, 3 pedig a rádiófrekvenciás végerősítő fokozatban. És ugye ebből az adóberendezésből van 2 darab, tehát egyidejűleg 10 végcső üzemel az adóban. Az utóbbi években a GIU 88P-ből olyan 6-7 darabot rendeltünk évente, tehát körülbelül ennyi fogyott a nagy átlagba. Ebből ugye, mivel nagyon keveset gyártottak régen is, mostanában meg szerintem még kevesebbet, a technológia lehetett látni, hogy nagyon nem egyforma a technológia. Tehát ezzel az évi 6-7 fogyással nem nagyon lehetett itt bármit mondani. Hosszú távú adócső átlag égés óráink vannak természetesen, az olyan 10.000 óra körül van, de ugye ebben voltak kiugró típusok, 3.000 óra a garancia idő, és csak hozzáteszem. Voltak kiugró szériák, ami azt jelenti, hogy úgy volt, amelyik 20-30 000 órát is elégett, hangfrekvenciás fokozatban, ahol kisebb az igénybevétel, ott pedig 40 000 órás csövek is előfordulnak. Tehát ez ilyen. A következő nagy lépés a DCC üzemmód kiépítése volt 87-ben. Ekkor ez ugye azért találták ezt ki, hogy energia megtakarítás legyen. Tehát 87-ben ez már kezdett begyűrözni ide is, hogy mindenfélét kell alkalmazni. Megtalálták ezt a svájci céget, ami az első időben, ugye, amikor elkezdődött ez a beruházás, akkor még ABB volt, Ázsia Brown Boveri, aztán mire véget ért, addigra már BBC lett. És akkor ilyen svájci egyenirányítóra lecserélték az orosz típust, holott a próbák szerint az is bírta volna azt a vezérlést, amit ez a DCC üzemmód vezérlő adott volna neki, de az üzembiztonság kedvéért meg a kora miatt inkább lecserélték. És akkor ezzel az üzemmóddal közel 40% villamos energiát lehetett megtakarítani, ami óriási volt ugye figyelembe véve azt a, hát nem 4500, mert ugye az átlag moduláció az olyan 30-50% körül van, de közel a 4 megawatt körül volt a felvett teljesítmény az első időben.
Ezt csak emlékeztetőül betettem, hogy annak, aki nem tudja pontosan, hogy nálunk milyen DCC görbe volt beállítva, az itt megtalálhatja. A lényeg az ugye, hogy 0% modulációs mélységnél aránylag kis vívő teljesítménnyel ment ki 70%-on, és ahol az átlag moduláció az idő nagyon nagy százalékában van, ott pedig ugye 20-50% között, ott pedig fél teljesítmény volt csak a vívő. És utána természetesen ugye fel kell menni 100%-ig, hogy tudják a vívőt vagy a modulációt is biztosítani torzításmentesen. Elég jól működött, illetve elég jól működik a mai napig ez a DCC vezérlés, és azért mondom ezt csak, hogy a mai napig, ugye, mert az ünnepélyes átadás az új adóberendezésnek december 1-én volt, de az a döntés született, hogy a régi adóberendezést üzemkészen kell tartani minimum fél évig, de inkább egy évig. Tehát itt a kanadai gyártó is félt attól, hogy mi történik itt a viharos, villámcsapásos időszakban, hogy az mennyire jut vissza és mit okoz az ő adójába. Tehát ez is indokolja, és én emiatt úgy gondolom, hogy az egy év lesz majd a tényleges dátum, tehát idén november végéig, hiszen az a óriási nagy villámcsapás, ami ugye lerombolt egy csomó kötelet Solton 2014-ben, az is ilyen novemberben volt, tehát egy olyan késő időpontban, amikor már nem számít az ember ilyen nagy villámlásos viharokra. Itt a 2000 után volt még egy kis felújítása az adócsőnél. Az adócsövek fazekait ki kellett cserélni, mégpedig megpróbáltak egy üzembiztosabb, tartósabb csőfazekat készíteni. Ez ugye azért volt erre szükség, mert itt már 25 éves volt az adóberendezés és a hozzátartozó csőfazekak, és hát illetve ugye kicsit később történt a csőcsere, tehát ettől kevesebb, de ezek kiukadnak. Tehát ebbe a csőfazékba ugye van valamennyi víz, amit az anódhenger a hőhatása ugye elpárologtat, és így biztosítja a gőzhűtést a csöveknek. És hát itt ez azzal is jár, ugye, mivel nem folyamatos üzembe mentek az adóberendezések, csak egy nagyon rövid ideig van, amikor az elején. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy a hőmérsékleti ingadozás az adóban, tehát ezt tönkreteszi, azt meg kellett csinálni. A földhálót azt rendszeresen kellett javítani, mert az ugye tönkre megy, és akkor itt a szűrőket cserélték még ki, és utána gyakorlatilag az adóberendezésen nem történt semmi komolyabb felújítás, a karbantartási munkák lettek elvégezve gyakorlatilag, és semmi egyéb. Ami itt a solti rádióállomásnak az adatai közül, ugye itt összeszedtem azokat, hogy miből tevődik össze ez a rádióállomás, mi mindent építettek ugye 40 éve, megépítették a bekötőutat, a kerítés az ugye 900x900 méteres területet határol, a rádióállomás az három fő részből áll és folyosók kötik össze, az adóépület az ugye, ahol az adóterem van, maga az adóterem van ott egyszintes, csak van egy álmennyezet, és ott is a mögötte, viszont a környező részekben, ahol a levegő hűtés technológiája helyezkedik el, ott kétszintes, meg vannak még ott raktárak is. Az energiaépület, a központi épület másik oldalán van, az hasonló módon épült fel, és a központi épület pedig háromszintes, és a közepén van egy mikrotorony, még ami a mikrohullámú modulációt biztosította, vagy biztosítja ma is még az állomás részére. Van egy vízgépház, ami biztosítja azt, hogy a két darab kútból ugye oda szivattyúzzák be a vizet, vannak vízmedencék, és az eredeti kiépítésben volt 4 darab őrtorony, illetve most is megvan, mert az is műemlék jellegű lett, csak ma már nem használják, ma már régóta.
és volt a portál, tehát az őrség létszámát ugye ez indokolta, hogy olyan nagy szám kellett, hogy legyen, mert ugye eleve a 4 darab őrtoronyban volt egy-egy ember folyamatosan, a portán volt egy ember folyamatosan, ez már 5, és akkor kellett még ugye biztosítani ezeknek a váltását is, hogy folyamatosan meg lehessen oldani ezt. Az antenna távvonal rendszer az ugye megmaradt az, amit akkor építettek. Itt az antenna talponti impedanciája az, ami érdekes. Az eredeti dokumentációkban ettől egy kicsit eltérő adatok szerepelnek, de nem nagy eltéréssel. Ez a legutóbbi mérés adatait írtam én be ide, amit most tavaly a rekonstrukció miatt is meg akartunk mérni, hogy legyen meg. És a főtávvonal ugye 60 ohmos, egy kvázi koaxiális tápvonal, ami lambda negyedes angoló csonkkal biztosítja az illesztést a 60 ohmról arra az értékre, ami ott fönt látszik az antenna talponti értékére. Ez fizikailag úgy valósul meg, hogy az adóépülettől az antennáig van 420 méter, tehát ez a kvázi koaxiális tápvonal, és közben pedig ugye ez a tápvonal, ez a 60 ohmos tápvonal visszafordul, és középen pedig van egy 115 ohmos, ahova a megfelelő helyeken elhelyezett rövidzárral és áthidalóval biztosítjuk, hogy az energia oda átkerüljön. A földháló adatai itt vannak, az 2 mm-es részvezetékből épült fél méter mélyen. Akartam még most egy fényképet készíteni, de szerintem még április 25-én lehet látni, hogy miért kell mindig javítgatni a földhálót. Észak-nyugati oldalán az antennának, ott most gyakorlatilag olyan víza, annyira víz alatt fekszik, mint a Duna Delta, ott vannak a vízimadarak, oda betelepülnek ilyenkor, attól függ, hogy mennyi minden van, és jellemzően a felmérések alapján is abból azon a környéken kellett a legtöbbet javítani, tehát ott ugye egyrészt alacsonyabban van, tehát ez a fél méter, amit lefektettek, az gondolom, hogy sokkal közelebb került a felszínhez, művelik a földet, ahogy lehetett látni a képen is, azóta is, de már régóta meg van tiltva a szántás, csak tárcsázni lehet, az nem megy olyan mélyre, ezzel együtt ugye időnként javítgatni kell a földhálót. Az energiaellátó rendszer. Ez is ugye régen épült, van maga a rádióállomás, és tőle körülbelül 2 km távolságra, 2,5 km távolságba légvonalba, az újsolti elágazásban van egy 120/20/10 kV-os alállomás, ami szintén az Antenna Hungária tulajdona. Erre az alállomásra 2 darab 120 kV-os betáplálás jön, mind a 2 Dunaújvárosból, de 2 független rendszer ezen a szakaszon, és ott alakítják, tehát ott transformálják le, tehát 2 trafó van, és azzal állítják elő a 20 kV-ot és a 10 kV-ot. Ebből a 20 kV-ot a lakossági ellátásra biztosítják, azt a DMS kezeli, a 10 kV pedig jön a rádióállomásra, 2 független betáp volt eddig is a 2 trafóról, mind a 2 bejött a rádióállomásra, most is bejön, csak most egy másik nyomvonalon, és az a 2 között lehet váltani szabadon. Eddig ugye az volt az üzemszerű állapot, hogy az egyik 120 kV-os trafónak a folytatásáról, tehát 10 kV-járól működött az egyik adóberendezés, a másikról meg a másik adóberendezés. Ez volt az alapüzemi állapot, így lehetett ugye azt biztosítani leginkább a megbízhatóságot. Most ezt nem tudjuk megtenni, mert az új adóberendezésnél olyan az energiaellátás, hogy valamelyiket ki kell választani, az megy oda, tehát itt át kell kapcsolni, ez csak annyit jelent, és akkor ugyanúgy megvan a tartalékolás.
a rádióállomás, tehát itt ugye, amit kékkel jelöltem, az azért van, mert a 120 kV-os alállomásban most a 2017-ben a rekonstrukció második ütemébe bekerült egy új 10 kV-os kapcsolórendszer, és akkor fektették le az új földkábeleket is, ami bejön a rádióállomásra. A régit megtartottuk tartaléknak. Ezen kívül ugye van a moduláció ellátás, itt ugye van egy mikrohullámú lánc, ami szintén a kezdetekbe épült ki, a stúdió OMK seregélyes rácalmás Solt, és kábelen pedig ugye szintén a stúdióból azt a MATÁB biztosította vonalat mindig, az jelenleg is megvan. Az utóbbi években, vagy most már évtizedeket is lehet mondani, műholdas ellátás is van, tehát hogyha ha minden kötél szakad, akkor a műholdon fent lévő Kossuth műsort tudjuk tovább sugározni. A rekonstrukciós események. Tehát itt ugye a 2015 év végén megjelent egy kormányhatározat arról, hogy az Antenna Hungáriánál tőkeemelés hajtanak végre, és nevesítve benne volt ez a két téma, a Solti középhullámú rádióállomás rekonstrukciója és egyes távközlési feladatok. Úgyhogy ennek a tőkeemelésnek a nagy részét szerintem elköltötték Solt rekonstrukcióra. A pénzügyekkel szerencsére nem nekem kellett foglalkozni, úgyhogy nyugodtan beszéletek róla. Azon másnak kell izgulni. Viszont ez ugye ez közvetlenül így karácsony előtt vagy után jelent meg a közlönybe, és utána rögtön januárban összehívták, január 8-án már egy projektindító meetinget, ahol ismertették ténylegesen ezt a kormány határozatot, és hogy indulni kell, valamint elmondták, hogy az az elvárás, hogy ez ugye 2016-ban volt, hogy év végéig ugye el is kellene indítani, be is kellene fejezni ezt a rekonstrukciót, és el kellene indítani az új adóberendezést, ami de ugye eleve kevés esély látszott, és ezt az időt csak igazolta, ugye, hogy nem lehet ilyen rövid idő alatt se pályázatot kiírni ilyen óriási beruházásra, se mást. Itt ugye föl vannak sorolva, hogy mindig csináltunk valamit. Az első konkrét dolog az volt, ugye, hogy itt az egyik projektbe ugye az antenna tornyot fel kellett újítani, arra rögtön elkezdtük szervezni a leállást, mert ugye ahhoz, hogy az antennán bármit lehessen csinálni, kevés az éjszakai leállás, este 10:30-től reggel 4:30-ig, abban nem lehet megcsinálni sok mindent, ezért a tervek szerint volt egy hosszú leállási időszak, ami végül is három részre bontódott a különböző nemzetközi események miatt. Az első része volt ugye ez a május 30-tól június 8-ig tartó időszak, amikor csak meghosszabbították az éjszakai leállást azzal, hogy 21 óra 5-kor a hírek után le lehetett kapcsolni az adást, és reggel is később indultunk több mint egy órával, és közben a tornyon pedig mindenféle világítás biztosítva dolgoztak az alpinisták, korrózió védelmet biztosítottak, festéket kapartak, és elkezdték a festést is ebbe az időszakban. Utána elindult ugye megint a műsorsugárzás, rendben, visszatértünk, de közben kialakításra került Siófokon egy tartalék sugárzási lehetőség, illetve Siófokot kellett áthangolni, Szolnokon is volt egy, de Siófok át lett hangolva 540 kHz-re, Szolnokon pedig az eredeti frekvencián 1341-en sugároztuk a Kossuth műsort. Úgyhogy így lett biztosítva a helyettesítő sugárzás azokra az időszakokra, amikor ténylegesen leállás volt, mert volt egy leállási időszak júliusban,
és volt egy leállási időszak augusztus 22-e után, ami szeptember 20-áig tartott körülbelül, amikor ténylegesen minden olyan munkát megpróbáltak a kivitelezők bele nyomni ebbe az időpontba, amihez leállás kellett. Tehát akkor csinálták meg a tornyon lévő munkákat, a kikötőkötélen lévő munkákat, és akkor csináltak meg az adóterembe például olyan munkákat, ami az adóberendezés fölött kellett végezni, tehát az ármennyezet cserét, világítás cserét az ármennyezet fölött, úgyhogy meg kint a külső trafókertekben is, ott lehetett a nagy feszültségi, tehát a 10 kV-os egyenáron bejövő feszültségek, meg a nót feszültség fölött dolgozni ebbe az időszakba. A földhálót is elkezdték megcsinálni, és a földhálót már befejezték június végén. Az ellenőrző mérések alapján teljesen jól működik. A második fél évben ugye itt folytatódott az antennatorony és kikötőkötél felújítás, de akkor már volt helyettesítő sugárzás, és elkezdődött a épületeken a nyílászáró csere. Ez azt jelentette, hogy az összes, vagy nem az összes, néhány megmaradt, azt majd később, vagy akár a helyszínen fogom elmondani. Tehát a döntő többségét az ablakoknak kicserélték műanyagra. Az eredeti ablakok az ilyen alumínium kerettel szerelt ablakok voltak, ami ugye nagyon jól vezette a hőt, meg a hideget is. Úgyhogy minden szempontból biztosították, és ez modern korszerű berendezéseket cserélték. Elkezdték a biztonsági rendszert is kiépíteni, tehát teljesen új tűzjelzőhálózatot építettek, meg minden egyebet, később ez majd részletesebben megjelenik. Az adóteremben ugye az ármennyezetet ekkor cserélték ki, amikor ez leállt, és a külső területet is elkezdték felújítani, mert ott a kinti díszkert és rózsakert, az is része ennek a műemlékvédelemnek, valamiért belevették, és viszont az utóbbi évtizedekben arra nem akart költeni senki. Különösen akkor ugye, amikor az Antenna Hungária külföldi tulajdonban volt, akkor ilyenekre nem nagyon volt pénz, úgyhogy ott annak is nekiálltak, és most elég szépen néz ki ismét. Itt ugye folytatódik ezek a munkák. A toronyfestés, kötélzsírzás, akadályfénycsere. Az akadályfénycsere nem csak azt jelentette, hogy kicserélték magukat a lámpatesteket, hanem komplett vezetékcserét is csináltak. Jó. Ezt a képet azért tettem be, hogy ezt a helyszínen már nem fogjátok látni, de itt ugye ilyen állványt építettek az adóberendezés fölé a teljes síkba, és azon dolgoztak, itt középen pedig elválasztották egy nejlonnal, hogy ne szálljon a por. Ezt a felét az adóteremnek meg ugyanúgy csinálták meg, hogy el volt választva, csak akkor itt dolgoztak, és közben az adóberendezést meg üzemeltetni kellett. Ez még mindig a második fél év. Itt ugye látszik, hogy villanyszerelés, tetőszigetelés, minden benne volt, kerítést cseréltek. A második ütem az 2017-ben volt. Itt gyakorlatilag ugye a 2017-ben már elkezdték szállítani az adóberendezéshez tartozó dolgokat is, de még nagyon sok infrás munka volt hátra. Ekkor történt meg az energiarendszerek felújítása a kint a 120-ban, meg bent is, és erre tervezték erre az időre a fűtés megoldását is, ugye, de hát az eltolódott későbbre. Az adócsere projektet majd ugye, ahogy mondtam az elején is, a kollégám fogja elmondani. Itt csak azt írtam, hogy ez külön projektben szerepel. Tehát itt ugye
ez azért írtam be, hogy az adó, tehát ugye a 2016 elején a projekt indulásánál meg kellett mondani azt, hogy hova tudunk berendezést telepíteni. Itt az adó teremben volt egyedül akkor összefüggő terület, ahol lehetett, ahol ez elférhetett. Felmerült még az, hogy külső konténerekbe, épületekbe, de ez mind sokkal bonyolultabb lett volna, meg akkor külön kellett volna mindent csinálni, és itt ugye ez műemlékvédelem alatt áll gyakorlatilag a teljes telephely. A tervezési igény, tehát ez sokkal nagyobb költség lett volna, úgyhogy maradt ez a megoldás. A infrastruktúra felújításnak a részleteit itt fogom bemutatni, illetve lehet majd elolvasni. Itt ugye a fontos, hogy az külső feltételeknek meg kellett felelni, tehát a külső hőszigetelést, meg az ablakokat úgy kellett legyártatni eleve, hogy figyelembe vették a műemlékvédelemnek, a örökségvédelmi hatóságnak a véleményét is, hogy minek kell megfelelni ennek a területnek. A teljes toronyfestés, tehát itt ugye külön területenként el van, hogy mi minden történt meg, teljes toronyfestés, kötélzsírozás, a szigetelőtartók festése, a sérült porcelánok folytók cseréje, ez még a 2014-esből maradt a legtöbb, a kikötőtön felújítása, a távvonalatartó szerkezet felújítása és az akadályvilágítás cseréje. A biztonsági rendszer ugye tartalmazza az új kerítést, a radart, két radar helyezkedik el a területen belül, az épületbe telepítettek beléptető és behatolási jelzőt, és új tűzjelzőrendszert építettek a 40 éves helyett. A trafóállomáson, ugye ez 2017-ben történt, itt, ahogy már korábban mondtam, ugye ezelőtt a projekt előtt a két nagy trafó felújítása megtörtént, itt meg kialakítottak egy új 10 kV-os kapcsolószekrényt, az volt a leglényegesebb átalakítás, illetve ezzel együtt ugye ennek a vezérlése, ami sokat jelentett. Kicserélték a kábeleket, itt akit érdekel, az itt megtalálhatja ennek a pontos adatait, kevesebb kábelt fektettek le, és nem olajszigetelésű kábelek ezek, hanem már szárazak. Az olajszigetelésű kábeleket jellemzően évente kellett az utóbbi időben már javítgatni, tehát föltárni a hibahelyet és megjavítani. Volt elég elegendő szabad kapacitás, tehát akkor azt a hibás kábelt azt kizártuk, tehát lehetett üzemeltetni, csak ez is egyre gyakrabban jelentkezett, tehát indokolt volt a kábelcsere is. A rádióállomáson is ugye megtörtént a 10 kV-os területnek a felújítása. Ott alakították ki az új NAUT eladó berendezéshez szükséges ellátó trafókat, és az ehhez tartozó komplett irányítási rendszert. Tehát most elméletileg a kezelő fülkéből lehet kapcsolni a 10 kV-osunkat és a kinti 120 kV-os állomásban lévő rendszereket is. Itt egyéb ilyen munkákat sorolunk fel. Itt például új PVC burkolatot kapott, ennél is meghatározták, hogy az eredetire minél inkább hasonlító linoleum legyen letéve. Emiatt szép pirosat gyártottak, amin minden egyes lépés látható, tehát bárki bejön, pontosan tudja, hogy merre jártak az emberek. Itt néhány adat, ezeket nem sorolom fel, csak azért, hogy mekkora mennyiségeket érintett ez a felújítás. A fűtés, ugye meg ahogy mondtam, azt majd most kell eldönteni, hogy hőszivattyú lesz. Ezt a teret, ezt a régi 40 éves olajkazánokkal fűtöttük, elég sokat fogyasztott. A tapasztalatok. Itt ugye a leglényegesebb ebből, hogy volt az infrastruktúrának körülbelül két fő vállalkozója, és itt fel van sorolva rengeteg alvállalkozó, még ezen kívül is voltak, csak
akkor már nagyon kicsik kiváltak volna a betűk, úgyhogy nem soroltam fel mind. A lényeg az, hogy jellemzően 50 és 100 fő között volt a külső munkavégző a rádióállomás területén, mindezt úgy, hogy mondtam, hogy volt két fő szolgálatosunk és három fő őrség, akik nem nagyon tudtak elmozdulni a helyükről, mert nekik ott volt feladatok, ahol voltak. A 2017-ben, amikor az adótelepítés volt, akkor megint volt, de közben folyamatosan mindig csináltak valamit. A külső kivitelezőknek ugye a munkáját nehezítette, nem ismerték egymást, nem volt komplett összehangolt ütemterv, nem ismerték a rádióállomás területét, sok technológiai terület ugye nálunk zárva van, kulcsra zárva, oda kísérni kellett az embereket, nem egyszerre akartak menni egy helyre az emberek dolgozni, tehát itt nagyon sokat kellett a helyszínen szervezni ezek közül, hogy egyáltalán biztosítani lehessen azt, hogy haladjon a munka és működjön a szolgáltatás. A rádióállomás dolgozóinak is ugyanezek nehezítették körülbelül a munkájukat, ugye, hogy ki kellett üríteni a festés átalakítási munkák miatt az irodát, a kezelőfülkét, a pihenőt, és akkor ideiglenesen kellett elhelyezni. Aztán jöttek a 2016-ban a szállítások, és akkor ugye a folyosókon minden talpalatnyi helyen különböző régi, meg új berendezések voltak mindenfele elhelyezve, úgyhogy így folyosókon lehetett közlekedni. A adóberendezés telepítésének, illetve a új szellőzőrendszer telepítésének az idején a régi kezelőfülké tetejét beborították egy állványzattal, fölötte dolgoztak, mindenféle vésővel, fúrókkal, egyebekkel, alatta meg biztosítani kellett a szolgáltatást, és egy-két hónapig világítás sem volt ott, mert azt nem tudták valamiért odavinni, hanem ilyen zseblámpákkal világítottak a kollégák. És ugye itt írom le azt, hogy hány fő az, akivel egyáltalán a rádióállomás részéről gazdálkodni lehetett. Ebből ugye az következik, hogy mivel a többi embereknek elég kötött helyszínen volt feladata, ezért legtöbbször érrohangáltam mindenfele, és néztem azt, hogy ki mit csinál, meg hogyan. És köszönöm a figyelmet. Elnézést, hogy így elhúztam az időt. De ahogy a Gyuri is mondta, erről azért ezen kívül, ami itt le van írva, rengeteget lehetne még mesélni, hogy pontosan mi és hogyan is történt. Köszönöm. Igen. Illetve szerintem majd a végén egybe. A szerelés idején nyugodtan, tehát amíg a csere folyik, addig nyugodtan kérdezzen. A második rekonstrukcióba félbevezősítés, vagy pedig más adócsőnek a felhasználása, az nem kerül szóba, vagy? Nem. Hát csak a félvezető, tehát adócső az nem. Tehát most a legmodernebb technológiát választottuk gyakorlatilag, de a kollégám fog erről beszélni részletesen. Elnézést, nem mutatkoztam, mert Hornyák Dezső vagyok. A Utram adócsődgyárnak a MEO vezetője voltam addig, míg a GE meg nem köszönte az adócsődgyár dolgozóknak a hozzávaló nincs mit. Hogy akkor találkoztunk is annak idején, mert sokat jártam oda az MH11-es haladó hullámú csövek miatt. Zsebbe vagy önre szoktam én. Akkor, amikor az egyes rekonstrukció volt, és akkor... Nem kell nyomni sem. Neked még meg is hívtak a Gerzekre arra az előadáson, amikor bejelentették ezt a rekonstrukciót. De ott arról volt szó, hogy egy robbóvelitás fogát építettek. Na most igaz, hogy a robbóvelit, amikor Dániel megvette, befejezte az adócsőgyártást, mint ahogy a kívülsz befejezte rá. Azért kértek vissza a projektet, stb.
arról talán gyűjtöm a törzsekvésségét. Szerintem. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, Csőszenő vagyok, Antenna Hungáriánál dolgozom az üzemeltetés támogatási osztályon, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy hogy ott lehettem az új adó berendezés telepítésénél. Ezt szeretném egy, hát igyekszem minél gyorsabban, mert időben kicsit szerintem megcsúsztunk, átmutatni. Ugye volt egy ennek egy előzmény előadás, amelyet Dávid tartott még 2017-ben. Igyekeztem minimális átfedéssel, de egy-két dia ismerős lehet majd azoknak, akik már megnézték azt az előadást. El szeretném mondani, hogy milyen a berendezések lettek letelepítve. Dávid annó az adóberendezést bemutatta, de ehhez nyilván kapcsolódnak még energiaellátás egyebek, azokat is meg szeretném nagyjából mutogatni. Az állomási átvételi mérésről szeretnék egy pár diát és egy rövid tapasztalati összefoglalót mondani. Erről meg már Gábor beszélt, meg volt a kormányhatározat, elég széles sávú dolgokat, én ebből igazándiból csak az adórendszer telepítése az, amiről beszélni szeretnék. Annók írt pályázatra a Nautel és a Transrádiótól kaptunk ajánlatot. Az itt látható okok, pénzügyi és műszaki okokban egyaránt a Nautel volt számunkra kedvezőbb. Fő időrendi sorrendek, utána sajnos a telepítés nem tudom időrendi, azt inkább logikai sorrendben fogom majd bemutatni, mert a szállítmányozás az hol így, hol úgy sikerült, úgyhogy mindig azzal volt a munka, ami éppen megérkezett, mint ahogy a trafók megérkeztek ugye előre, amit említett. Tehát 17.6. másodikán már megérkeztek a szállítási anyagok, hasonlóan itt kábelek érkeztek, amiket szépen le tudtunk tárolni. Igazándiból 2017. 7. 11, amikor az első telepítési munkák elkezdődtek, itt a légtechnika került felépítésre, ugye légkítési adóberendezésről beszélünk. Muszáj volt ezzel kezdeni, mert miután az adóberendezés letelepítettük volna, nem lehetett volna oda fölé kerülni, vagy nem egyszerűen, vagy veszélyeztetve csak a telepítést. A telepítés körülbelül egy héttel később indult, mert az adóberendezésé, amikor már a fő és nagy elemek ezek felkerültek. Az adó első bekapcsolása az 11. 27-én történt, meg ekkor vitt az első napi üzemet, és december 1-én pedig a hivatalos átadó és a tesztüzem hivatalosan is elkezdődött. Az adóberendezés, már Gábor is említette, 11 kV-on vételezi az energiát. Gyakorlatilag az adóterem mellett egy új 11 kV-os kapcsolótér lett kialakítva, mely két betápcellából és 5 darab leágazásból áll. Az 5 darab leágazása az 5 darab NX400-as adóhoz tartozik, ugye egyenként mindegyiknek külön leágazás van. Védelmek találhatók benne, földelés, megszakítási lehetőségek. Itt kicsit szemléletesen egy-egy képet mindenhova bevágtam, hogy ne csak egy rajz legyen, hanem el is tudjuk képzelni, hogy miről van szó. Ez egy viszonylag kicsi footprintű kapcsolóberendezés. Ott pedig a másik oldal pedig a betápkábelek bekötése látható. Ugye az 5 darab leágazás, 5 darab transzformátort, ABB típusú transzformátort tartalmazza, amely speciális transzformátor, ugyanis a Nautel adó nem 400 volt három fázis, hanem 315 voltot igényel, úgyhogy ezt Lengyelországban gyártották és szállították le számunkra. Ezek mind belekerültek egy-egy integrált
Jó. Belekerültek egy-egy transformátorházba. Itt szekundári oldalon fontos, hogy mérések vannak, melyel folyamatosan tudjuk mérni az egyes adóknak a felvett teljesítményét, áramát, feszültségét. Áramot, feszültséget, nem, tehát teljesítményét tudjuk követni. Vannak védelmek benne, hő, vagyis riasztások és védelmek, hőmérsékletre, nyomásérzékelő, illetve 11 kV-os oldalon még van egy terhelés kapcsoló és a földelés kapcsoló és a karbantartások megkönnyítése véget. Itt az 5 darab transformátorház található és annak egy-két telepítési képe. Ezek a jelzések, amelyeket elmondtam, hőmérséklet, nyomásjelzések, mind befutnak ebbe az Emergency Box-nak nevezett eszközbe, valamint ehhez csatlakozik még az adóteremben összesen 8 darab elhelyezett vészleállító gomb, mind az 5 adóberendezésen, a kombájner mindkét felén, illetve a kezelőhelyiségben lett egy-egy ilyen elhelyezve. Hát ennek gyakorlatilag a szerepe elég egyértelmű, ha probléma van, akkor vagy az adott leágazást, hogyha trafóból hibajelzés van, adott leágazást kapcsolja le, hogyha pedig vészgombos beavatkozás történik, akkor pedig a 11 kV-ot kapcsolja szét azonnal. Tehát az a teljes 2 MW-os adóberendezésünk akkor itt leáll. Jó. UPS-ről megtáplált duált tápos egyébként maga az Emergency Box. Szekunder oldalon ugye kijöttünk a trafóból, itt egy Schneider gyártmányú elosztószekrénybe indulunk el, amely az egy darab NX400-as adó 4 rekjének osztja szét az energiát. Védelmek, illetve árammérő rendezések találhatók rajta. Itt van rajta maga egy darab ilyen rek, és hát itt ugye feszültségbe lejöttünk, és irgalmatlan nagy áramok kell, ugye a nagy teljesítmény miatt. Jó. Továbbá az adóberendezés nem csak 11 kV-on van megtalálva, 400 volt három fázisról van megtalálva a léghűt, hozzátartozó léghűtés, valamint 230 volt szünetmentes megtáplálást kapnak a modulációval kapcsolatos, felügyelettel kapcsolatos, illetve a kombájner vezérléssel kapcsolatos berendezések. Egy új légtechnika lett kialakítva, ami teljesen független az orosz rendszertől. Ez gyakorlatilag két darab független rendszer. Itt ez a keret itt az új, vagyis a régi adókezelő, a fölött van két beszívónyílás, szűrések, frekvenciavezérelt motorokkal, ez a két befújórendszer, valamint az adók fölül közvetlenül vannak elszívó ernyők, és tehát nyitott rendszer, az adóteremből szívunk, de közvetlenül az adók felől. Visszakeverésre van lehetőségünk, így növelve talán egy kicsit a hatékonyságot, téli üzemben az adóteremnek a fűtése még megoldható vele. Ugye itt már a hatásfokunk akkorát növekedett, hogy nem úgy, mint a régi adónál, hogy felfűtötték az egész adóállomást, itt már csak az adóterem temperálására van megfelelő mennyiségű veszteséghő gyakorlatilag. És illetve a két rendszer még össze van kötve, itt ezen az ágon. Ez pedig amiatt van, hogy az elszívás tudjon akkor is működni, hogyha az egyik rendszerrel bármiféle probléma van. Ez egy automatikusan vezérelt rendszer. Ugye itt is látszik, a két rendszer külön indítható, leállítható, manuálisan is beállítható, ami fontos, tehát hogyha egy-egy szenzor esetleg elromlana, a fals adatokat adna egyebek, akkor is van rá lehetőség, hogy én manuálisan az összes zsalút, illetve a frekvencia szabályzókatnak is egy meg tudom mondani, hogy mekkora sebességgel pörgesse a motorokat. SNMP rendszerünk, távfelügyeletünkben be van szintén kötve. És ugye ilyenkor már látszik, hogyha véletlen reggel a kezelő már nem tudja vagy nem indítja el időben a hűtőrendszert. Ugye ez egy ismerős dia lehet, így néz ki maga az NX400-as adóberendezés, a bal első rek, a kontrollrek, és illetve abban is a piák is megtalálhatók.
összesen 160 darab, rekkenként 40, 50 ohmos kimenettel rendelkezik az adóberendezés, és 440 kilovattnyi teljesítmény az, amit tud ő villőszinten kisugározni. Jó, ami még nagyon fontos, hogy a végfogók hot plug-able-ösek, tehát üzemközben oda lehet menni, leválasztani egy végfogót, cserélni, ami a karbantartást nagyban megkönnyíti, hisz így gyakorlatilag napi üzemközben meg lehet tenni, nem csak az éjszakai leállás időben. Ugye egy új összegző került le, egy 5-ös Wilkinson összegző, az összegzés maga még 50 ohmon működik, de ugye ahogy Gábor is említette, a tápvonal 60 ohmos, tehát még egy illesztés is található a végén. Ez maga a kombájnernek a rajza, két fő része van, itt az alacsonyabb rész, mondom, ez a pull-out sectionnek nevezett rész, itt fogadjuk az 5 darab adóberendezésnek a RF kimenetét, a másik rész, ez a matching section, ott van az illesztés, itt ez a vezérlő rész, és ott lehet bemenni a kombájnerbe. Ott felül a matching résznek a közepén pedig a 12-szoros összegzett kimenet látható. Jó, így néz ki maga ez a pull-out section. Nagyjából, hogy mik vannak benne, ugye tekercsek, kapacitásbankok, a rejeklódok is itt találhatók, 40 darab ellenállásból épül fel. Ez 20 kW-nyi teljesítménynek az elnyelésére még alkalmas. Mint látszik előtte, ventilátortárcák. Ha meghaladja a 10 kW-nyi teljesítményt, akkor ezek automatikusan elindulnak. Hogyha a hőmérséklet eléri a 150 Celsius fokot, ugye két hőmérsékletdetektor is van benne, akkor szintén elindítja őket, tehát ezek ilyen vagy logikában vannak. Igen, visszahűlés esetén meg lekapcsolnak. Ugye normál üzem mellett, amikor nincs eltérés fázisban, amplitúdóban az adók között, akkor nincs probléma, mert itt de körülbelül kilovattnyi teljesítmény érkezik. Jó, árammérésre Grogowski tekercs található még benne, tehát folyamatosan monitorozza is a gép magának, hogy mekkora teljesítmény jut ide. Ívérzékelők vannak benne, illetve két kapcsoló. Az egyik azt mondja meg, hogy én most antenna, illetve műantenna irányba vagyok, a másik pedig azt, hogy én ha antenna irányba vagyok, akkor is részt veszek az összegzésben, vagy sem. Jó, illesztő rész, hát gyakorlatilag itt is kapcsolók segítségével, attól függően, hogy 1, 2, 3, 4, illetve 5 adót összegzünk, itt a kapcsolók mozognak jobbra-balra, és hát nyilván ez leállással jár, hogyha én kiveszek egy adót, de ez minimális idő veszteség igazán. Ami még itt található, ugye egy RF prób, reflektált haladó teljesítményt mér, szikraköz van benne, statikus levezető, nagyjából ennyi, és akkor a 12-szoros EIA kimenet. Itt maga az adóberendezés, vagy a kombájner berendezés, hogy lehessen látni így a méreteit, gyakorlatilag 40 éve tudták, hogy mekkora ajtót kell ide beszerelni. Jobb felül a kombájner belseje, bal oldalt a kapacitásbankok, jobbra pedig egy tekercs látható. Itt ezt azért raktam bele, gyakorlatilag megkérdezték, hogy milyen az adóterem alja, mondtuk, hogy sima, hát milyen lenne. Aztán kiderült, hogy kombájneren nagyon nem lehet állítgatni, ugye méreteiből és több részből állult tőlük össze, úgyhogy itt szintkiegyenlítést kellett végbevinni a kombájnernek a helyén, illetve a pull-out section-ök, ahova kicsúsznak. Jobbra középen pedig egy, tehát a maga a kombájner vezérlése helyileg is lehetséges egy touchscreen segítségével. Ugyanazt a felületet látjuk gyakorlatilag, mint egy webes felületen, és van egy ilyen vészhelyzeti, hogyha bármi meghibásodna, egy egyszerű műveleteket mind meg lehet csinálni, paraméterszetteket behívni, kirakni, berakni egy-egy adót az összegzésbe, hibát reszetelni egyebek.
Ezek további képek róla, ez a főképernyője a kombájnernek, jobbra méréseket lehet berakni, ha van valami gyanús, meg tudom én mondjuk a B-adónak a rejeklódjára gyanúsan változik a rájutó teljesítmény, a hőmérséklete ingadozik, akkor szépen ezeket ki lehet egyesével pakolgatni, tehát nagyon flexibilisen konfigurálható. Szintén egy belső kép és egy külső kép, gyakorlatilag itt látszik, hogy még egy kényelmes távolság megmaradt a régi és az új adó között. Így madártávlatból nagyjából ugye így néz neki a rendszer. Az adók és a kombájnerek között 6-szoros EIA-s tápfonallal van kötve. A műantenna, van egy műantennája, ami egy darab adóblokknak a járatását teszi lehetővé. A szintén 6-szoros tápfonallal, illetve az összegzett kimenet pedig egy 12-szoros EIA-s tápfonal megy el egészen az új, vagy a régi adóberendezés kapcsoló mezőjéig is. Ő maga a műantenna, szintén kalibrált árammérő van rajta, tehát külön is tudunk ott is teljesítményt mérni. RF szonda van rajta, amely vissza van vezetve a kezelőbe, tehát viszonylag kényelmes módon, és mint mondtam, egy darab power blocknak a teljes teljesítményét 100%-os moduláció mellett is még elbírja. Ugye ez a kép is ismerős lehet, arra a pontra csatlakoztunk be, ahol ezt a piros vonalat meghúztam. Ez az orosz adónak a kapcsolómezője, gyakorlatilag itt két darab antennára volt előkészítve a rendszer, és mi ezt a második kimenetet kissé megerőszakolva a dolgot bemenetként használtuk újra. És ugye ebben az esetben lehetőségünk van szintén az állomási műantennára kapcsolni az adóberendezést, illetve az antenna irányba kipakolni. Jó, gyakorlatilag itt jobb alul látható az a speciális átmenet, amit az orosz tápvonal és a 12-szoros EIA-s tápvonal közé gyártottak le. Ez maga egy kibontott kapcsoló. Gyakorlatilag itt látszanak, hogy ezek ilyen fésűs rózsák csúsznak rá és húzódnak vissza. Ha visszahúzódnak, akkor pedig a meleg és a hideg ered gyakorlatilag rövidre is zárják abba az irányba. Itt maga a tápvonalazás pillanatai láthatók, és jobb felül pedig egy kis kiegészítés kellett. Ugye, mint mondtam, egy kimenetet használunk fel bemenetnek, ezért van 2 megawattos adónk, 2 darab 2 megawattos adó, ami a világon nincs sehol. Valamilyen szinten egy interlock rendszerrel ezt védeni kell, hogy semmilyen körülmények között ne történhessen meg az, hogy szembe dolgozik mondjuk 2 adó, vagy nem megfelelő lezárásra. Úgyhogy ebbe a dobozba lett végül is egy logikával bele rakva ez, hogy ha a nautál adó már csatlakozik, tehát oda-vissza irányba az orosz adó sem indítható el, hogyha a nautál adó például csatlakozik a kapcsolómezőre. Egy új kezelőhelység is lett kialakítva, itt található a moduláció fogadására szolgáló telekommunikációs rack. Ez a PR-ek vagy Program Input Equipment rack gyakorlatilag az, ahol mi fogadjuk a digitális ASEBU bemeneteket. Itt történik meg a 3 bemenet között automatikus váltás lehetséges, tehát csendkapcsolók vannak benne. Itt egy kicsit trükk van benne, mert a mikro és a T-komos vonalunk között mehet automatikusan a váltás. A műholdat viszont már manuálisban hagytuk, bár a lehetőségünk meg lenne az automatára. Ennek olyan egyszerű oka van, hogy üzemszünet után mind az első 2 vonalon megszűnik a moduláció, így áttál műholdra. Ha műholdon hagyjuk, és reggel véletlen elfeledkezne róla a kezelő, akkor Rákóczi induló helyett az éppen műholdról érkező moduláció tudnánk kisugározni, úgyhogy ez jelenleg manuálisban van, de a 2 fő moduláción között automatikus. Jó, és egy mérőre került még berendezésre, ugye egy mérővevővel, spektrumanalizátorral is van egy teljesítménymérő, amely be van ide még hozva. Adó fő tulajdonságai,
Csak nagyon gyorsan, ugye ez már szerintem elhangzott. MDCL eljárásokról majd egy kicsit később beszélni fogunk még, ami fontos, hogy DRM-képes adóberendezést vásároltunk, ugyanez még nincs szkópban, de lehet, hogy ez lesz az, ami lehetővé teszi, hogy SOLT még nagyon hosszú évekig működjön. Teljes körű webes és nagyon széles körű SNMP felügyelet is a fő tulajdonsága. Nagyon, ez most csak egy adóberendezésnek a webes felülete, spektrum, Smith diagram, bejövő audio paraméterek, egészen odáig, ami a jobb alsó sarokban is látszik, hogy minden egyes piának az áramait is webesen le tudom ellenőrizni. Ez nyilván hátrányokkal is jár, mert egy-egy hiba ezred másodpercre pontosan belogolva van, és egy-egy hiba, mit tudom én, 4-5-6 üzenetet is tud generálni. Ehhez még nyilván szokniuk kell az ottani kezelőknek is, és hát nekünk is ugye itt még ezek a tanulási időpontják. Jó, az adó átvételi mérés eredetileg úgy volt tervezve, hogy az állomási műantennára fogjuk végrehajtani, amit csak lehet. Ez gyakorlatilag meghiúsult, mert hőmérséklet változásával túl nagyot változott az impedancia, úgyhogy arra nem lehetett támaszkodni. Úgyhogy be tudtuk állítani, ment rá, de folyamatosan változott, ezért nagyon nehéz volt karbantartani, úgyhogy a mérések javarésze az már a antennára történt meg. Az átvételi tesztek leállási időben éjszaka történtek, és 2017 novemberében sikeresen le is zárultak. Miket is tartalmazott, csak tényleg szemezgetve, funkcionális tesztekről voltak benne, megtartalékolások, interlock, VSV védelem, megcsináltuk azt, hogy a kombájnerben lévő geppet úgy állítottuk be, hogy még 2 megawattos vívő esetén nem húzott át, szépen növeltük a modulációs mélységet, és amikor áthúzott, megnéztük, az adó szépen leállt egy pillanatra, és csökkent a teljesítménnyel, visszaindult, és szépen kezdte volna el a fölfelé szabályzását. Hogy sokkoljuk még a rendszert extrém lezárásokra, rövid zára szakadásra is megpróbáltuk elindítani. Itt a feltételünk gyakorlatilag az volt, hogy az adónak meg kell védenie magát. Ettől még nem állt le, mert a minimális reflektált teljesítményt, amit ő még elviselt, addig ment, de tényleg megvédte magát, és semmi probléma nem lett bele belőle. Igen, rádiófrekvenciás mérések is SATRESZ részét képezik, teljesítménymérés, vívőesésmérés, gyakorlatilag modulálatlan vívő, jó, értem, ami talán mindenkit kicsit érdekel, ez a hatásfok, legalábbis cégen belül ugye ez mint scope szerepelt az adó kiválasztásában is. Gyakorlatilag elmondható, hogy az adó hatásfoka hűtőrendszerestől, mert itt a hűtőrendszer is külön megvan, 88% fölötti hatásfokot értek el. Hogyha a hűtőrendszert leszedjük, akkor ott vagyunk valahol a 90% környékén. DRM, hát ezt nem is tesznek mondanám, inkább egy bemutatót is kaptunk, így gyakorlatilag annyi volt a kérés, vagy a átvételi kritérium, hogy teljesíteni tudja a maszkot, és 30 dB-s mernél jobb értéket tudjunk rajta mérni. Ugye itt ennek egy előzménye volt az, hogy a mi antennánk nem teljesíti a DRM által elvárt 1.05-ös VSVR arányt, plusz-minusz 4,5 kHz-en. Emiatt a gyártó előre jelezte, hogy itt spektrumos sértések lehetnek. Hát és lettek is, tehát én nem gondolom, hogy túlzott, valószínűleg ezt még egyéb finom állításokkal lenne rám módunk, hogy javítsunk rajta, de itt ez egy éjszakás, mondom, bemutató mérés volt, külső cég hozta a mérőműszert, egyebeket, tehát itt nem volt idő ezzel játszani, de azért úgy megmutatnám, hogyha a műantennára megindítottunk egy adót, gyönyörű szépen látszik, hogy semmiféle sértés nincsen, maszksértés, és a merérték is hát messze meghaladja az
az elvártakat. Audio mérések. Vége? Nem, de kevés idő. Jó, már tényleg nincs jó. Jó, gyakorlatilag ugye, hogy hol állunk most, ez a gyerekbetegségek időszaka, még ugye Gábor említette, hogy az orosz adó üzemkész, tehát ők ezt hetente járatják, bármikor bevethető, hogyha valami súlyosabb probléma adódna elő, de reméljük, hogy azért erre nem kell, hogy sor kerüljön. Jó, eddig történt meghibásodások, gyakorlatilag tavaly december 1-e óta 3 darab végfokot kellett az adóberendezésben cserélnünk, ami viszont egy nagyobb probléma, de szoftveresen kezelhető. Néha kommunikációs probléma lép fel a kombájner és az adóberendezések között. Itt valószínűleg valami ütemezett lekérési problémák lehetnek, és emiatt egy-egy pillanatra egy adóbok le tud állni. Az esetek 90%-ban vissza is indul. Néha történt olyan, hogy egy adót kidobott akkor a rendszer, vissza lehetett mindig rakni, és ennyi. Ez remélhetőleg májusra meg fog oldódni, akkor ígérték a javítását neki. Igen, ugye az új adóberendezés különböző moduláció vagy vívőszintcsökkentő eljárások közül lehet választani. Mi az AMC mellett tettük le a voksunkat. Lényege, hogy 0-tól 10%-ig gyakorlatilag 100% vívő, tehát amikor ilyen csend környéke van, akkor azért még viszonylag jó zajviszonyunk lehet, és teljes 100% modulációnál pedig a vívő teljesítmény már a felére csökken le. És hogy miért is választottuk ezt a DCC-vel szemben? Ugye a DCC karakterisztikát már Gábor az előbb felmutatta, de a lényeg az ez, hogy az átlag moduláció mondjuk 70, hát segítsetek, 95%-ban 70, jó, látjuk nagyjából, hogy melyik tartományban helyezkedik el, és hát ugye itt a DCC-nél látjuk, hogy ez már a felfelő ívelő karakterisztika, míg az AMC-nél pedig ugye ott érjük el a legjobb hatásfokot. Jó, és hát ugye mondtam, mint fókuszban az üzemeltetési költségek szerepeltek. Itt azt elmondhatjuk, hogy az orosz adóhoz képest az új adó vívő csökkentő eljárás nélkül is egy 10-15%-kal hatékonyabb, úgy ugye, hogy az orosz adóban a DCC üzemmódban működik. Ha pedig az AMC vívőcsökkentő eljárást is bekapcsoljuk, további 15% körüli energia megtakarítást tudunk elérni, és mindemez mellett úgy, hogy az átlagos térerő tárnokon mérve egy nagyjából 3 decibeles növekedést tapasztaltunk. Jó, ez már csak a lezárás, tehát meg szeretném köszönni azoknak a cégeknek. Ezen kívül van még pár, de ők a fő cégek, ugye, akik részt vettek ebbe az adótelepítési részű projekten. Ugye a Porion volt, aki az egész projektet összefogta, a Nautel, mint gyártó, Werner Bill és a Nortechnik pedig, mint a fő adógyártó kivitelező. És akkor szeretném megköszönni a figyelmüket. Ez a két kép pedig a régi adónak az utolsó üzemi napját, lekapcsolását, és a másik pedig az új adó elindulását ábrázolja. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Akinek még maradt kérdése, nem sok idő van rá, de akkor tegye fel, és van egy tartalék lehetőségünk, amivel lehet, hogy kicsit előbb beléphetünk, hogy az állomásnak a látogatása, hogy még segíthet abban, hogy amit nem volt időjel részletelni, vagy valakiben maradt valamilyen kérdés, az ott is napi rendre kerülhet. Ezért én azt javaslom, hogy hallgassuk meg most Gyurit, aki a tanulmányi kirándulásnak, a látogatásnak a dolgairól mondaná röviden, néhány megadott, és akkor utána kedves kollégák, ahogy a körözvény e-mailekbe értesültetek róla, lehetőséget sikerült kialakítani az Antenna Hungária és a itt jelenlévő kollégák jóvoltából,
hogy megtekintsük működés közben fizikai valóságában ezeket a csodálatos berendezéseket. Egyrészt a régit, ami ennyi ideig kibúzta, és hát reméljük az új is ennyi ideig kibúzta. Egy generáció tulajdonképpen. 25-én lesz ez a látogatás. Most itt látok már arcokat, akik regisztráltak erre a látogatásra. Igazából lezártuk a jelentkezést, hogyha valaki mégis úgy gondolja, hogy még szeretne jönni, akkor a levelekre válaszolva, amik kimentek, vagy engem személyesen megkeresve, még van volt néhány fő részvételére. Gépkocsival fogunk lemenni, délelőtt 10-kor leszünk a helyszínen, körülbelül 2 órát vesz igénybe a állomásnak a megtekintése, és hát nagyon örülünk annak, hogy a HTL keretében egy ilyen különleges lehetőségre alkalom nyílik. Hát szakembereknek ez egy fantasztikus élmény, mint ahogy azt hiszem emlékeztek rá pár évvel ezelőtt, Lakihegy látogatása, a régi berendezés, az antenna, az ottani technológiák, az is egy nagy élmény volt, azt hiszem mindenkinek, aki közülünk ott részt vett. Kérdéseket az előadókhoz, hogyha igen. Nem az előadóhoz, hozzátenném egy kérdésemet a Sóta látogatással kapcsolatban, hogy a szervezés miatt mi nem kaptunk ilyen tájékoztatót, hogy mikor és hogyan lesz a Sóti lemenetel. Igen. Hogyha kérhetném, akkor küldjél el nekem egy pár ígért, vagy egy pár sort, hogy én a saját társaságomon belül a szervezést azt megindítás. Jó, ugye... fogok küldeni, jó? Tehát még a konkrét indulással, konkrét gépkocsikkal fogunk lemenni, hogy hogy jutunk a helyszínre, ez még szervezés alatt van. Nem akarom túlságosan korán ezt megcsinálni, mert ugye közben sok minden közben, stb. Jelenleg, ha jól tudom, akkor 25 fő van, tehát túl nagy csapat csatlakozására nincsen már lehetőség. Jó? Azt mondom, hogy egyetlen hány ember érdeklődik nekem. Így van. Át fogom neked küldeni. Valamennyi helyre még van lehetőség, és úgy nézzük a kocsikat, hogy lehetséges, hogy le is tudok vinni pár embert. Nem kell különböző kocsival. Jó, köszönöm. Előadom. Csak akkor már nem van a szó, akkor csak én szólok, hogy vételi karakterisztika mérések volt az olyan óra, hogy volt az óra? Hát elvárási területi, a belső kérdésem volna, hogy elvét kívet adni mindenki gyűlő alá, és annyit ide nekem, hogy a regisztráció rendben. És aki nem jut alá, kérdő alá, és akkor jön a törvénység. A térő, tehát konkrét térőbesség ellenőrző karakterisztika felvétel nem volt, de a kijelölt referencia pontokban mindjárt decemberben megtörtént az ellenőrzés ennek az NMH által. És a napon? Nem, tárnapon is. Nem. Földfelszínű. De azt hiszem, 8 ilyen referencia pont van kijelölve, azokon történtek nélkül is. Azt szeretném megkérdezni, hogy jól érzékeltem, akkor az antenna bemenő álló hullámaránya magasabbra sikerült, mint amire specifikálták. És úgy éreztem, úgy véltem hallani, hogy ez időben változott. Nem, ez csak a DRM elvárásoknak nem felel már meg, és igazándiból az illesztési mód is, ami ezt a meredekséget egy kicsit meghatározza, illetve a toronynak ugye a fizikai paramétereit, tehát egy széles... Tehát itt nem volt időbeli változás, romlás, tehát ilyesmi, nem? Ez egyszerűen a tulajdonsága volt csak. Én annak idején az iskolában úgy tanultam, hogy adástechnikában képtelenség a félvezető használat olyan nagy feszültséget jön. Mennyi ez a nagy feszültség? Vagy az egy
Attól függ, hogy hol ugye, tehát itt ugye a ténylegesen nagy feszültségek lépnek fel a torony környékén, meg a bejövő tápvonalnál, különösen amikor nagy a statikus töltődés, ugye akkor több százezer volt is lehet ott, de az összes védelmi rendszer arra irányul, hogy ez az adóberendezésben ne kerüljön vissza. Bocsánat. Szerintem nem, ez, nem erre vonatkozott a kérdés. Most fejből nem tudom, hogy az egyenirányító után mekkora a feszültség áll elő, de, ha, de megkeresem most, hogyha... Az GU88P adócsőrnek mennyi volt az adófeszültség? Az 15 kiló volt. 11. És a szabadtéri tárgyalás között ilyen az emberzőségben változó valóta feszültség megtenni. Csak ragozott kérdésem van, hogy most ez a 400 kilovattos egységek milyen légerősítőben működnek? Kettő váltócsővel például... Fetes. Fetes félvezetős. Félvezetős? Félvezetős, így van. Hát egy adóblokkban van 160 darab PA, tehát rekenként 40 darab, és olyan 2,5 kW-nyi teljesítményt állít elő egy viszonylag könnyen kívül. Akkor a tömeg kérdése az, engedjék meg, hogy közben itt a memóriában, ahol még régebbi rekességből előjött az az alaphelyzet, amivel a sort annak idején elkezdődött, a lelkedésnek egy furcsa érdekes, most megtegyünk a tulajdonságaira semmi megjegyzést, hogy éjszaka arab nyelvű műsorokat lehetett a Kossuth adó úrni, magyarországi műsora helyen alap. Na most ez az akkori világnak volt egy helyzete, hogy a darabok meg felállottak pénzen, nekik már volt nagy teljesítményi hatójuk, és nyomták mindenfelé, mert a darabok meg mindenhol ott vannak, mint tudjuk ez a kérdés, hogy nem rendeződött egészen a mai napig sem, de bizonyban meg megoldódik, de ez volt az alapvető oka annak, hogy 2 megawatt lett a darabok teljesítménye, mert ez az alaptatás megszűnt, és várhatóan most sem lépett föl, mert szerencsére ez a csúnya verseny a technológia fejlődése miatt is megszűnt, hiszen ma már egy ilyen átvitelt, egy műsor átvitelt, hangműsor átvitelt, nagyon sok technológiával meg lehet oldani, tehát a műholdtól kezdve lefele meg fölfelé bármere, de ez volt akkor a helyzet 40 évvel ezelőtt, hogy lépni kellett ebbe a világba, ma pedig ezért kellett ezt, amiért megőrizni, hogy minél nagyobb területen ezt a műsort lehessen, a mérések majd még erről beszélnek is. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a kollégák, örülök neki, hogy meghallgatták ezt az előadást. Bízom benne, hogy mindenkiben maradt egy olyan jó érzés, hogy azért ez egy nagy dolog, hogy ma már itt ilyen 2 megawattot ilyen félvezetős eszközökkel csinálnak meg, és nem ilyen, ezek a csövek ilyen akkor hát voltak, tehát ilyen monstrumokkal, amiknek az ideje. Én nagyon szerettem őket. Hát igen, néző jó volt. De hát ez a világ elmúlt, mint a magukat világa, vagy ma meg a félvezető dolgoznak és csinálják ezt a sugárás, amit különben ma mindenki ott van, a 540 ember is tud hallgatni. A kiállt vagy a utazásra kapcsolatban mindent megbeszéltünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltunk. Minden jót kívánok.